A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Ójaj, mi történt itt tegnap óta? Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel pofánka a kufli kupac magasából. Lomtalanítás volt! Mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre, és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre! Kiáltotta pofánka mérgesen. Én is megyek! Csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan... elhagyatottan. Bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögdécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet. Fordult Titus a többiekhez. Így is tettek. Hogyan kezdjünk hozzá? Nézett körbe pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot. Javasolta Hilda. Azzal előhalászta zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek. Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Fityircnek pedig némi tépelődés után egy gírbe-gurba törzsű tyúkfog bokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni. Meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Sóhajtott a pofánka. Fé, a mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyunk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ám ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar került. Ennek is nagyon sietős lehetett a dolga. Gyerekek, rám is orhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét, mondta Titus, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Hogy... Aztán jöjjön egy újabb szél, és megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megteszi a hátunkat szögdécselésre. Egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat. És ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, meg még van az a szél is, amelyik
Fül, mindenre! Kiáltott a Fityirc, aki eddig valami máson töprengett. Az összes felhét! Összegezte a hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek 7 nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak 3 betűt ismert az ABC-ből. És olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő erre járó szelet, hogy legyen a postásunk és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet! Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, célba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy ormogyó teát. Ez az! Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla báét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És haza zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadik kácat alapanyag, maszat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy zöldcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi! Azért lehet ezen segíteni. 2 módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darázsplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű!
Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ámba zsárat, nagyon zsárat, ámba zsárat, nem ők zsárat. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti... Azt tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag, aljózsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárad. Abmogzsára. Mi van? Ti még el sem indultatok? Vizé, meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. Zsebseprű a szötymag ellen. Afféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó. Szólalt meg gondterhelten Hilda a kufli kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor. Dörmögte zödön. Ó, férfiak, ti egy szemétkupacon is boldogan eléldegélnétek. Mondtam, hogy ez egy szeméttelep. Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Vonta meg a vállát Titus. Egy szó, mint száz, ideje kicsinosítanunk a kupacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván puccóváló rohama van. Ismertem egy Rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívozott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán,
Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Figyírt meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szöttymagrák csálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szöttymag. Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titus felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókor a zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének, és hát a Rikoltól Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szállán eltűnnének. Én úgy tudom, hogy a Rikoltól Lébics egyike a kitalált erdőn a szerintem a színes papírival. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az. Szerintem a színes papírnél igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenék a füvet pofánkat ember a festékével. Mi volna, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetejét? A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért nálunk az ilyesmihez. Mondta Titus, és a rétre mutat, ajjajjajjajjaj. Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk, sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj, csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sarga szőtymagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölős célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek! A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és néma, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Ó, miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs. Elhagytam, és nem találom sehol. Azt nem csodálom! Bólogatott Béla. Egy bojtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen, vidám hely! Akárhogy is van, Zödönnek mindenki kell egy sál. Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp,
Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Hú, de szépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedvenc színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek. Szürke! Mi lenne, ha kufli csíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja az ödönzöld, a második pofánka piros, a következő titus sárga, aztán egy Hilda lila, egy valérkék, egy bélabá barna, meg egy fityirc szürke. Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat, csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát, mindegy, mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Tök jó, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze, vissza, döföget a tűvel, rossz ránézni, olyas miket művel. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, poppás, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. Szerintem nézzük meg, elkészült-e Hilda? Jól haladok. Most végeztem a titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Ah, ez akkor sem ér. Ilyen alapon a fityirt szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a bélabábarna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most pofánkája a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés! Én vagyok az! Gyerekek, mi ütött belétek? Hát úgy viselkedtek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítség, vagy valami ilyesmi. Jaj ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sál. Hehe, na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Há. Hirtelen, eszembe jutott, hogy még van két strófája a dalnak. Csicsa, kötöget a tigris. Nem meg túl jó, biztos ezért liszt is. Mindegy, mondja, őzikének készül, egyet nyugkan, jönnek eszem végül. Csicsa, csicsa, kötöget a tigris. Nem megy túl jó, biztos ezért liszt is. Hejhó, hejhó, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsa, csicsa, kötöget a róka. Írtó béna, bár nem tehet róla. Már most látszik, ronda lesz az okni. Nem baj, mondja, meg lehet a szokni. Bingo, bingo, dudorászik. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Így van. Elkészül. Milyen hosszú. Azzal oda nyújtotta a sálat Zödönnek. Gyönyörű. Majd a nyaka köré tekerte, és tekerte, és tekerte, és tekerte. Kicsit túl hosszú egyetlen kuflinak még akkor is, ha ez a kufli Zödön. Legyen ez egy közös sál, majd együtt fogjuk hordani, amikor telente kint üldögélünk a kupac tetején. Persze azonnal ki is próbálták. Puha volt, meleg, és mindenkit körbeért, még fityircet is. Hmm.
A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet! Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú? Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán, mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van lent? És melyik lent?